Én megyek úszkálni, de mutasd meg nekik az ajándékot. Csináltál ajándékot? Greg. Ma reggel kentem rá még egy réteg lakkot, úgyhogy elnézést a szagért. Na hát, Kev! Ez már valami? Ez hihetetlen! Köszönöm. Rózsa, Deb kedvence. Úgy van. Gyönyörű. A kis lukak gyertyatartók, ugye? Pontosan, aztán majd eső esik beléjük, és cíp madárfürdők lesznek. Ha, óriási. Igen. Csodálatos. De mi ez? Ez egy oltár. De nálatok inkább hüpe. Nagyon édes. Még ma átviszem bőrszékhez, és holnap Robert és Deborah ez alatt lesznek majd házas párra. Aztán később, ha lesz házuk, talán kertjük éke lesz. Ez az én érzelgős elképzelésem. biztos sok munkád volt vele? Nem vészes, kb. 70 óra. Ami nem rossz, tekintve, hogy kézzel faragtam egy darab fából. Hé, hey, Kevó! 12:15, itt a grillezés ideje, nagyfiú. Oké, okay, Mr. Burns. Megyek házigazdáskodni. Vegyétek át a fürdőruhátokat, és várlak a medencénél. Én most inkább kihagynám a lubickolást. Ne legyél már ilyen. Nem, nincs is fürdőgatyám. Elveszett a bőröndöm, és... Mamas, gyerünk! Anyádnál van a fürdőruhát. Megyek, apa. Jobb lesz, ha indulsz. Aha. Remek lány. Gratulálok, öreg. Köszönöm. És egyébként Pam csak jó dolgokat mondott rólad. Tényleg? Igen. Ó... Oh. Szép időket töltöttünk együtt. Hú, igazi vadmacska. Hú.